Az új szezon elején aratott két győzelem után a Bácsföldvári Vojvodina csapata Zsinórban 3 vereséget szenvedett, amelyek közül az utolsót az Ókéri Obilić labdarúgó klub ellen könyvelhette el. A Szeverbajdasági Liga 5. fordulójának mérkőzése 1-3-as eredménnyel zárult, majd ezt követően a Vósa 6 ponttal a 9. pozícióban találta magát. A vendégek az első fél időben megszerezték a vezetést, és 2-0-val vitték pihenőre a csapatokat. Még a játékrész második felében mindkét csapat 1-1 gólt szerzett az 1-3-as végeredményhez. Még egy mérkőzés, amit gyorsan el kell felejtenünk, sérülések és egyes játékosok miatt mérkőzés közben kellett átszerveznünk a csapatot, és ez hozta ezt az eredményt. Az első fél időben rosszul álltunk hozzá. Emiatt kellett már az első fél idő végén 3 cserét alkalmaznom. Az Ókéri Obilić csapata megérdemelten győzött. Kívánok nekik sikeres folytatást a szezonban. A következő 6. fordulóban Bácsföldvár csapata Zomborba utazik, ahol az újonnan kinevezett Ráván Grád 2018 csapattal, azaz az egykori Stanisicgyal mérkőzik meg. És amit a végén mindenképpen meg kell említeni, az, hogy Ilija Erdegyen a Tisza István Falvi Mladost új csapattagja lett, és komoly munka áll a Vojvodina vezetősége és szakmai stábja előtt, hogy nagyon rövid időn belül új gól királyt találjanak. Egy nehéz vendégszereplés áll előttünk Zomborban, a Ráván Grád csapata ellen. Ez egy fiatal összetételű csapat fiatal játékosokkal. Mi azonban a következő fordulótól már teljes összetételben fogunk szerepelni. Erdeján távozásával megpróbálunk egy játékost szerezni erre a pozícióra. Még van egy hetünk az átmeneti időszakig, úgyhogy biztos, hogy találunk majd egy vagy két játékost, akik segítenek majd abban, hogy ezt a félszezont a tabella felső csúcsán fejezzük be.